Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az országos tiszti főorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi fekvőbeteg ellátás nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerden az mt vel A kettől hatályos intézkedés vonatkozik a közfinanszírozott és a magánellátókra is. Az iskolákban a járványügyi szabályok a következőképp szigorodnak. A szülők csak akkor mehetnek be az iskolákba, ha az intézmény vezető erre külön engedélyt ad. Ha beteg a gyermek, bármilyen betegségről is legyen szó, csak akkor mehet vissza az iskolába, ha erről külön orvosi igazolást visz. A nagyobb rendezvényeket javasolt elhalasztani, a délutáni sportfoglalkozásokat és kóruspróbákat javasolt felfüggeszteni. Az őszi úszás tanfolyamokat el kell halasztani. Szeptember 7-től az ország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvos. Új ellátotta csak a felvétele előtt készült két negatív COVID-teszt birtokában lehet felvenni. Szegvédi Gyula polgármester úr közösségi oldalán tájékoztatta arról a lakosságot, hogy a Szoboszlói Gönci iskolában a hétvégén kiderült, hogy egy 5. B-osztályos tanuló pozitív Covid-tesztet mutatott. Ennek megfelelően az igazgatónő cselekedett, mely szerint az első osztályos testvérének, tehát az első B-osztálynak és a 4. B, valamint a 7. A-osztálynak megelőző karanténba kell vonulnia. Megelőző jellegel holnaptól a felső tagozatos osztályok két hétig online oktatásban vesznek részt. A többi közoktatási intézményben hasonló eset még nem fordult elő. Minden intézmény a közoktatási járványügyi protokoll szerint végzi a tanítást. Ezúton is immár sokat szóra kéri polgármesterül a lakosságot, hogy zárt térben, nagyobb forgalmú helyeken a szájmaszkot használják és a két lépés távolságot tartsák be. A piacon mutatkozó lazulás miatt, ahogy ő fogalmazott, a jövőben szigorúan ellenőrizni fogják a szájmaszk használatát. A fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében az Aquapark futóverseny elmarad. Kéri mindenki szíves megértését és fokozott odafigyelést. Preventív intézkedések lépnek életbe a Hajdúszoboszlói Sport Egyesületnél. Ugyan továbbra sincs náluk igazolt megbetegedés, dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezetővel egyeztetve kialakított protokoll szerint folytatják a megkezdett munkát. Ez azt jelenti, hogy azokban a korosztályokban, ahol a gyerekek az iskolában kapcsolatba léphettek igazoltan koronavírusos beteggel, elővigyázatosságból felfüggesztették az edzéseket és két hétre online karantén edzések tartását rendelték el. Azon edzők, akik kapcsolatba kerülhetek fertőzött személlyel, már vasárnap óta önkéntes karanténjukat töltik. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, minden korosztályt online edzésre állítanak át, és bajnoki mérkőzések maradnak el, nem csupán labdarúgás, hanem kézilabda terén is. Jelenállás szerint a hétvégi labdarúgó mérkőzés a már érvényben lévő korlátozásokkal látogatható, a kézilabda mérkőzés esetében azonban zárt kapuk lebonyolítására kerül majd sor.